könyv bemutatóján. Nyerges András Mitolló a Skatujában Pártól Párt című kötetet fogjuk bemutatni. Tamás Gáspár Miklós beszélgett a szerzőnek. Köszönöm szépen. Úgy illik, hogy mégsem a szerző kezdje a könyv kicséretét, majd lehet később csak az illendőség kedvéért én fogok kezdeni. Én megvallom a jelenlévőknek, hogy én egy nagy rajongója vagyok Nyerges András írásainak, és a kis textusaira szoktam lapozni az ISBN-ben, hogyha megveszem, még mindig megveszem. És egyébként is őt egy rendkívül fontos ember, mint ezt meg is írtam már, fontos embernek tartom a magyar irodalmi és köz micsodában. A életnek nem lehet nevezni, úgyhogy ezért megállítottam magam mondat közben. És hát ezek a dolgok összefüggenek, ez a két könyv, ez tulajdonképpen Nyerges András két fő műfaját ötvözi. A regénynél kisebb, de novellánál hosszabb epikai műfaját, és a történelmi föltáró esszét, és egyben szatirikus elemzést. Meg kell mondanom, hogy a másik, ugye a szatirikus elemzés az brilliáns és szokásos, elképesztően izgalmas és mulatságos idézetekkel és hivatkozásokkal és párhuzamokkal és keresztbe vonatkozásokkal teli jelvezetes írás. Az első írás, az ami egy memoár, az engem őszintén szóval rendkívüli mértékben megdöbbentett. Ugyanis ez egy stigma története. Ugye, nyilván jelenlévők is tudják, hogy ők is a Nyerges fanok közé tartoznak, mint szerénységem, hogy Nyerges Andrásnak meg volt az a rendkívüli balszerencséje, hogy különféle véletlenek és balesetek és vakesetek következtében bekerült a Tűztánc című versantológiába, amely ráragadt ilyen stigmaként, és ami egész elképesztő mértékben, a kérdés kiderült, elkísérte egész életében egy olyan ember kétféle életpályát írt le. Egyrészt a saját életpályáját, másrészt pedig azt a képzeletbeli életpályát, amelyet egy képzeletbeli, neosztálmista, hiperbalos figurának az életpályaként értelmeztek azok, hogy a stigmát fönntartották, akik őt nem ismerték, nem értették, és akik folytatták ennek az elképesztő pletykának a további legendásítását és így tovább, ami egészen fantasztikus történet. Sose sikerült, látják, én is erről beszélek most, sose sikerült ezt a stigmát levetnie magáról, és ez önmagában is valami egészen elképesztően fontosat mond ki, hát talán általában is arról, hogy mi a természete a kulturális recepció egy fajtájának, és mi a természete a magyarországi irodalmi életnek. Erről még mondok két szót, amit az irodalmi életről, és aztán átnyújtom neked a szót, és szeretném azt is, hogy felolvastálni egy részletből a könyvből, hogyha rá beszélhetlek. A magyarországi irodalmi élet az gondolom olyan, mint mindenütt, de van egy egészen különös specifikuma. Jelesül az, hogy a Magyarországon a szép irodalom az olyan vezető szerepet tölt be a kultúrában, mint sehol másutt a világon. Még semmiféle precedens, vagy semmifélehez hasonlítható nincsen. Tehát az, amikor Magyarországon valaki azt mondja, hogy olvastam egy könyvet, az többnyire úgy érti, hogy olvastam egy modern regényt. Általában ezt jelenti, ez a kifejezés. És amikor azt mondják, hogy író, meg hogy könyvet, meg irodalom, ez általában ugye arra vonatkozik, hogy az illető olvasott mindenek előtt egy epikai művet, ritkában verses kötetet. Tehát az, hogy az, ma ez ugye sehol nincsen így, a Franciaországban pedig is nekem író barátomtól megkérdeztem, hogy mondjon nekem egy élő francia költő. Egy nevet legyen szíves. Senki. Nem létezik, semmi jelentősége nincsen, a kultúrában nem játszik semmiféle szerepet.
Hát van természetesen, ez olyan szakma a költészet, mint mondjuk itt a mikrobiológiának bizonyos szakterületei, amelyeket természetesen ismer néhány szakember. Vannak ilyen 100-200 példányos folyóiratok, szóval létezik a dolog. És itt egyrészt ugye a magyar kultúra filozófia ellenessége és elméletellensége hagyományosan szóvá tették már 18. században, játszik komoly szerepet egyrészt, másrészt pedig rettenetes fontos szerepet játszott a polgárság helyettesítő mivoltában, amely funkciót betöltött a 48-as forradalom óta valameddig a 20-as évek végéig, 30-as évek elejéig, és aztán pedig a proletariátust helyettesítette az államszocialista rendszerben, mint a legfontosabb referenciáját a párt értelmezhető, leírható és kimondható politikájának. Többet foglalkozott az irodalom helyzetével a Magyar Kommunista Párt vezetősége, mint a mezőgazdasággal, a kereskedelemmel, a vasúttal, talán, és mondjuk az irodalmon túl, talán titkosszolgálat volt még, amivel többet foglalkozott, de egyébként nem ismerem olyan témáját a magyar kommunista politikának, mint a hatalmi kommunista politikának, hogy tényleg tréfálok, de csak részben. Elképesztő jelentősége volt, és a irodalmi életen belüli hatalmi irányzat is, egyrészt helyettesítették a politikai életet, másrészt pedig a kommunista párt fantáziáinak a kivetülését jelentették. Amikor a kommunista párt meg akarta nyerni a parasztságot, akkor előnyben részesítette a népi írókat, mint hogyha ezzel valami történt volna a falun, történt volna a mezőgazdaságban, egészen elképesztő stratégiai jelentőséget tetszett. Ennek következtében a magyar írók és a magyar értelmiségi általában valóban bizonyos hatalmat jelentettek. Nem mind természetesen, de voltak olyan írók, ezt ma már senki nem tudja elképzelni. Mindig hatalmasat nevetek azokon a mai leírásokon, amikor a szocialista korszakról beszélnek, és ilyeneket mondanak, hogy XY kompromisszumot kötött a hatalommal. Mondják olyan emberekről, hogy hatalom irányító volt, amit a Kodály Zoltán teszem. Azt ugye, aki a magyar zenei életnek a diktátora volt, és nem kötött kompromisszumot, tehát saját magával. Ugye, hiszen ő volt az irányítója a zenei életnek, számos korszakban, nem mindig, nem egyfajtában volt, amikor megbukott, ugye? És ugye azt se lehet állítani természetesen, hogy olyan emberek, mint Sőti, István, Szabolcs, Miklós, Pámi, Pál, hogy hívták ezeket? Király István, Tóth, Dezső, ezek kompromisszumot kötöttek a pártvezetőséggel, ők voltak a pártvezetőség. Úgyhogy semmi kompromisszumra nincsen szó, ami egy nagyon érdekes dolog. Ilyenfajta nagy író szentjei más keletőbölőben is voltak, mint Kleza Jugoszláviában, vagy Szadolján, Romániában, stb. Ám az Égez, az NDK-ban, de ehhez semmi nem hasonlítható. Na most, hogy amikor ugye a fiatal Nyerges András mindenről semmit nem sejtvén, egyszerűen azt gondolta, hogy az ő dolga az, hogy ír verseket, meg novellákat, meg ilyesmiket, és bekerült egy olyan hatalmi térbe, amelyet így most kezd, látom, jól megérteni, de akkor egész egyszerűen azt képzelte, hogy ő csak egy debütáns fiatal író. Erről szó nem volt ebben az értelemben, ő kétségkívül egy hatalmi aspirációját bejelentő személynek számított a rendszer szempontjából, és a rendszeren értem az irodalmi élet irányítóit is. Ugye? Tehát egy nyerges az író akar lenni, aha, részesülni akar a hatalomból, milyen föltételek mellett fogadhatjuk el őt, mint a hatalom társgyakorlóját, kérdezték tőle, és nem értettem, mit kérdeznek, látottam egyáltalán. És mai napig ugye a különféle irányzatos előítéletek és egyebek, amelyek ezzel a furcsa, szimbolikus hatalomgyakorlással kapcsolatosak, befolyásolják az életét, ő mindig csak szeretett volna kívül maradni. Most ez az, amit egy ilyen értelmiségre, szellemre és nálunk az irodalomra koncentráló hatalmi piramis egyszerűen nem engedhet meg, úgyhogy kölcsönösen nem értett, hogy egymást Nyerges András rendszer, Nyerges András írni akart, azok meg azt gondolták, hogy az írás egy hatalmi akarás. És hát akkor ebből aztán mindenféle érdekes dolgok következtek, amiről persze nem nekem kell majd beszélni, hanem valami Andrásnak. Muszáj ezt? Szóval... Hát én viszont abban a... Akkor viszont közelebb, és szíves.
sütlet, közelebb köszlátozva már becsinálni. Hogy hát a könyvből majd kiderül, hogy pontosan ez a fajta kölcsönös félreértés, amikor meg Azsi beszélt, hogy ez hogy zajlott le, milyen fokozatokon ment át. De hogy rögtön ehhez kapcsolódjak, és hogy a dolog groteszk voltát érzékeltessem, én is, meg mások is, a 60-as években elég sűrűn belettünk hívva a Gyorskocsi utcába, ahol az az én elnevezésem a belügyi irodalmi osztályon működött. Na most ott mindenféléket számunk értek rajtunk, de azzal a furcsa érzéssel jöttem el mindig, hogy van egy hely, ahol engem számon tartanak, ahol pontosan tudják, hogy mikor mit írtam, mit publikáltam, amit az irodalmi életben senki nem tudott. Szóval ezek amúgy primitív, bunkó, a hatalomtól megbámolosodott emberek voltak, de tehát ez volt a dolguk, hogy ezt ők nyilván tartsák és kezelni próbálják. Tehát ők pontosan tudták, és mint a szemrehányásaik olyanok voltak, hogy valamelyik költészet napján én egyszer elfelejtettem elmenni a párizsi áruházba, ahol meg voltam hirdetve, mint költészet napi költő, és mikor behívtak a Gyorskocsi utcába, és megkérdezték, hogy hát maga miért nem menjen, tüntetni akart ezzel, vagy mit akart? Mondtam, hogy Jézusom, tényleg oda kellett volna menni. Szóval a másik, hogy az embernek a vegzatúráktól támadt egy olyan torz képzete, hogy én tényleg úgy látom, hogy valamilyen szempontból fontos vagyok. Ha engem itt szintra, meg azon múlik valami, hogy én mit írom, meg számon kérik, hogy mit tudom én a hajógyárba, egy a kultúrházba három vers között, amit felolvastam, volt egy, ami még nem jelent meg nyomtatásban. És ettől az ember, hogy ezek ezt is tudják, hát akkor valahol, sajnos nem az irodalomban, de valahol számon tartják azt, hogy én mit csinálok, mit nem csinálok, mikor és hogyan. És ez ma tudom igazán, hogy ez ilyen egy furcsa dolog, akkor valami ember éltünk, és nem mondom, hogy természetes, nekünk meg nyomasztó volt és rettenetes, de mégis ez vett körül minket, és nem nagyon lehetett kilépni belőle. Úgyhogy ez a könyv úgy született, hogy én nekem ez egy nagyon régi traumám. És mindenféle módon én ezt már kivetítve regényhősökben, kitalált történetekben, vagy félig kitaláltakban megpróbáltam megélni, de az nem volt, számomra nem volt az igazi. És azt gondoltam, hogy ezen egyszer túlkeresni. Én ebből úgy tudok meggyógyulni, aki jó magamból, hogy aztán egyébként ezt a könyvet is egyszer megírtam, és akik azt a változatot olvasták, azt mondták, hát nem ezzel a szóval, de az volt a lényege, hogy ez van. Ez nem elég őszinte, nem elég feltáró, nem elég hírt. És hogy tulajdonképpen miért titkolom, amit titkolom, most már nincs miért. Nincs kitől tartani. Akivet megtalálkozik, hát alámúdjon meg, de legalább akkor legyen rá oka. Úgyhogy nekiültem, és másodszor az első szót az utolsóig újra megírtam. Például beleírtam azoknak a nevét, akiket szidok. Mondjuk olyan nem sok volt, akit dicsérhettem, mert nem sok jó élményem volt a irodalmi működésem közben, de minden esetben most ebben tulajdonképpen mindenki meg van nevezve, és amit én az okjogozó publicisztikai munkásságomból hoztam magammal, megpróbálok mindent dokumentálni. Mert engem már nagyon régóta, mint hivatásos olvasott és bosszant, hogy itt emberek úgy írnak memoárt, hogy vagy már nem emlékeznek semmire, vagy másként akarnak emlékezni, vagy olyan joviális, anekdótázó módon mindent elkednek, semminek nem lehet a nyomára jutni, hogy ez mikor történt, mi mondta, hol mondta, nem lehet vele vitatkozni, mert nincs igazán leírva, csak körül van írva minden. Na, azt mondtam, hogy nem baj, ha ez dupla munka. Én úgy érzem, hogy ha egy valamire büszke lehetek ebben, akkor azt, hogy itt aztán minden dokumentálva van. Én
könyvtárból, napilapokból, dokumentumokból minden, amit én tudtam, előkotoltam a rólad szólót is. Én úgy érzem, hogy az is benne van, ami rám nézve kompromitáló, tehát nem a saját maga fényezése vagy szentélyavatása, nem annak van számba. Az is benne van, mert tényleg most már nincs miért hallgatni, és nincs a dolgokat miért másnak mondani, mint amik voltak. Úgyhogy ez a, amit így hamarjában. Még egy dolog, ez a másik írás, ami a könyvben benne van, nem akarjuk sokáig húzni ezt a dolgot, a másik írás, ami benne van, ez szintén nagyon érdekes írás, lényegében az adja elő a szerző, majdnem elméleti dűvel, hogy milyen rettenetes következményekkel jár a pártos elkötelezettség, és ezzel kapcsolatos csoportkonformizmus és hasonló csók az emberekre nézve. És én elgondolkoztam ezen, és egy kicsikét én is nyomoztam, hogy tulajdonképpen ezek a fajta szolgai attitűdök, amelyek bizonyos politikai intézményekben vagy szervezetekben kialakulnak, ez mikor kezdődött? Ez honnan van? Ugye természetesen az első számú ilyenfajta jelenség, amikor ugye az uralkodó személyiséget, vagy az uralkodó szervezetet, vagy csoportot magasztalják ész nélkül, ez természetesen a királykultusz, a monarchiákban, a régi monarchiákban szokásos királykultusz, amelynek az eredete egyébként az egyházi kultuszoknak az átültetése az udvari szertartásokra, előbb Bizáncban, aztán Karolin Birodalomban is, és így tovább. Annak az eredete pedig a keresztény egyházban szokásos főpapi kultusz különféle dolgokkal együttműködő, a térdre borulás, meg hasonló. Ez viszont a perzsa király, a régi, az ókori perzsai királyi kultuszból származik. Tehát jó régi, tehát azt mondani, hogy életemet adom érted vezérem, ez egy rendkívül régi toposz, amely a mondom királyi kultuszból származik elsősorban, és amely lovagrendek műveltek, és így tovább. Benne van bizonyos szerzetes rendekben, különösen keleti szerzetes rendekben a perjellel, a rendfőnökkel kapcsolatos alázatnak gesztusai, rengeteg fajtája van ennek. És hát természetesen ugye minden küzdő szervezet, és a pártok azok például, minden küzdő szervezet az természetesen érdekelt abban, hogy növelje a csoportkohéziót, ugye a belül összetartást és uniformitást, és megkülönböztesse magát mindenki mástól. Most ennek, hogy megkülönböztesse magát mindenki mástól, ennek több módja van, olyan érdekes példákat lehet itt találni, főleg persze grotesz példákat a szerző alkatának megfelelően. Ugye részben ezek olyan tulajdonságnak a kifejlesztése a szervezetekben, amelyeket egyébként morálisan sokra szoktunk becsülni. Ezek az elképesztő sztálinista versezetek például. Ezekben olyan erények tűnnek föl, klasszikus erények tűnnek föl, ugye mint az önmegtagadás, az önátadás, az önfeláldozás, a magam háttérbe állítása mással szemben, más személlyel vagy az üggyel szemben. Ezek olyan fajta klasszikus erények, amelyeknek ugye ilyen sajátos megnyilvánulása, ez a fajta elképesztő csoportolajtás, amelyeket különösen az antidemokratikus pártokban, de nem csak tapasztalunk meg. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy a kommunista pártköltészetben, különösen a sztálini korszakban, de utána is, mondok egy teljesen közismert banális példát, rendkívül erőteljes vallási vonásokat mutatnak. Van egy erdélyi költő, úgy hívt, és tudós, úgy hívták, hogy Szabédi László, aki volt egy versezete, amelyet az iskolában tanultunk, és mindenki tudta kívülről, az a cím, hogy Vezessen a párt, és amelyben ő leírja azt, hogy ő mint egy külön küllő írja a szekérből, a kerekek közül kiesett, magányos ember volt,
bűnbe esett, ez a bűn az volt, hogy kiderül a versből, hogy nem érzett szolidaritást a nácizmus üldözöttjeivel szemben, hogy a régi kifejezést használja, amikor őket üldözték és deportálták, embertelenülisek, nem csinált semmit, csak nem érzett részvétet, és a felszabaduláskor rájött arra, hogy egy, hát egy nagyon vallásos ember, vagy egy protestáns önvizsgáló, igazi protestáns ember, Strasbourgban végezte a teológiát, és neki a felszabadulás, a belépés a pártba a megváltás volt, nem használja ezeket a szavakat, teljesen világos, a megtérés, bűnbánat, töredelem, megtérés, megváltás. Az összes stációkon végigmegy. Megrázó vers, és nem rossz a maga rémséges program, mint akár Zelknek a Hűség és Hála éneke. Hát, hogy kirázza az embert, ha hideg, az ember mondta, hogy rossz vers, azt mondta, hogy iszonyatos vers, de rossz a szó technikai, vagy irodalmi értelme, az nem igaz. És hát ugyanaz a érezhető, ugyanaz a költő, aki a Sirály verset írja, és így tovább. Ez ugyanaz a költő, és ugyanezek a dolgok, a bűnös ifjúkor, a megtérés, az összes többi, mint ahogy utána aztán jön Benjamin László, ugye, aki a bűnbánó verseiben, mármint ő mint a sztálinizmusa miatt vezekel, és ott pedig ugye a vezeklésnek az a formája látható, amikor őt már nem a párt menti meg, mert ő a párt lojalitása miatt követte a bűneit, az a következő szakasz, hanem amikor egyé válik a néppel. Mindenki olyan, mint mindenki más, a sportpályákon írja, a moziban, az utcán, a szerelőműhelyben, focidrukker, horgász, egyszerű ember, egy a sok közül, tehát de lemond az individuális gőgről, lemond a különállásról, és beolvad a kicsinek közé, a bárányok közé, ez pont olyan vallásos költészet, mint amit annak idején Sztálinról írt, csak természetesen ellenkező célzattal, nyilvánvalóan ezek őszinte költemények voltak mindkét esetben. Nos, ezek borzasztó dolgok, egy olyan társadalomnak a szemszögéből nézve, amely nem csak ezeknek az erényeknek az eltorzulását nem szereti, hanem ezeket az erényeket sem. Ki az, aki ma igazán erénynek tartja az önátadást, az önfeledést, az önmegsemmisítő misztikus szenvedélyt, a teljes áldozatkészséget, az önzés teljes megtagadása, stb. Mindaz, amit a klasszikus kultúráknak, ugye, legtöbbjének, ugye a klasszikus erénytárához tartozik, különösen a vallások esetében, nem csak. A lovagi eszmény is ilyen, az egész katonai kultusz is ilyen, hogy a katona, aki feláldozza az életét, egy rettenetes fizikai kínokon és önfegyelmezés és öncsonkításon egy keresztül, engedelmesedik a följebb valójának, ami kín, stb. Stb. Cserébe azért, hogy hős lehet, hogy feláldozhatja magát valamiért, hogy magasan. Ez az a dolog, hogy jelenkorban a megvetés, helyes és helytelen ilyen olyan, mint egy megvetés él, hát még, ugye eltorzult és elidegenült, és sok esetben őszintétlen, meg hát gyűlölködő, meg másokat gyalázó, meg elvakult formában, aminek itt rengeteg példát találjuk. Ez egy nagyon nehéz probléma, tehát elgondolkoztam rajta, mert az természetesen könnyű mondani, hogy igaz, persze, hogy a sztálinisták milyen borzalmasak voltak, meg mindenféle egyéb ilyen elfogult pártemberek, akik ugye a saját közösségünket csodálatosnak, és mindenki másnak a közösségét meg pokolinak tartották, és hát ebből sikerült egy ilyen gnosztikus, rossz, többnyire azért mégiscsak rossz poézist egyeteket előállítani. Ugyanakkor azonban ezek azért érdekes ez, mert ezek valamilyen fura módon mégis összeköttetésben állnak történetileg és logikailag szép dolgokkal. Ugye ez nagyon, ez teszi a dolgot, persze érdekessé természetesen, mert hiszen itt nem pusztán csak szolgalelkekről és önző emberekről és lefizetett alakokról és karrieristek a bőséggel, nem csak róluk van szó, de az a legkevésbé érdekes esetek, meg hülyéről szintén nagyon sokat persze, de, és hát groteszk számunkra, de groteszk jó és rossz okomból egyaránt. Tehát ugye, hogyha valaki elolvassa, mint tudom én, Brechtnek azt a versét, hogy de ki a párt? A párt az a ház, amelyben szólnak a telefonok. Nem, a párt az, ami mindent tud,
mert messzebb lát, mint én, és a klasszikát, mint a jó Isten, ugye, természetesen, vallásos költészet. Ugye Isten tudja azt, amit én nem, tehát én szolgálom őt, az Isten tisztelet, az ima és az erkölcsös élet formájában, ami Brecht esetében ugye a pártmunkában való részvétel és a illegális munkában is önfáldozás egyebek, de maga a gondolat, hogy van valami, ami nagyobb, mint én, többet tud, mint én, és ezáltal én is erősebb vagyok, mert részt veszek ebben, ez a misztikus részvételnek, ugye a klasszikus participáció, a misztikus filozófiának az alaptétele, keleti misztikában, és nem csak a nyugati misztikában, azért ez nagyon érdekes. Én ennek van egy rendkívül érdekes problémáról van szó, amelyet Nyerges András itt, és egyértelműen maga fölvilágosító módján, gúnyosan küld el a pokolba, de miért foglalkoztatja? Én azt hiszem, hogy most olyan, mintha itt dicsérni akarnám ezt az írásomat. De nem csak rajta, előbb-utóbb mondtam, hogy ezzel fog kerülni. De az a helyzet, hogyha én valamilyen büszke vagyok ebbe, akkor egyrészt kitágítottam és megtaláltam a reformkortól kezdve, a magyar reformkortól kezdve lehet a úgynevezett pártköltészet nyomait felfedezni. A másik, hogy szó nincs róla, hogy ez csak a kommunista vagy baloldali típusú pártokra vonatkozott, a náci pártban a különböző konzervatív és ilyen egységes párt monumentális ilyen szövetségben ugyanúgy előfordult, és ugyanúgy követelmény lett, hogy a költők nem csak a költők, itt már én itt idéztem rengeteg szenvedés árán kibogarászott példát, mert ezek borzalmas regényes novella részletek, de nem voltam rejt ezeket összeszedni, amikor nagyon tehetséges, olyan kiemelkedően tehetséges emberek, mint Sarkadi Imre, amilyen kevés született a 20. században. Elkezdenek írni valamit, ami egész addig a pontig szinte tökéletes, tehát a Móricz boldog emberének meg akarja írni egy 45 utáni magyar változatát, és a dolog addig hiteles és döbbenetes és szívszorító, amikor elérkezünk oda, hogy most már be kell lépni a pártnak és a pártitkárnak, és abban a pillanatban ugyanez a mű olyan hamissá, olyan hazudjá, olyan kártékonyá válik, hogy az ember sírni tudna tőle. A másik, hogy ezek csak ilyen találatok, de ezekre büszke vagyok, és hadd dicsekedjek vele, hogy például 45 után az első olyan verset, ami a pártról szól, és az nem a kommunista költők írták, hanem Illyés Gyula. És az első olyan regény, ami a párt szerepét kidobolított, és egy minden attól megy jó, az Szabó Pál, a népi író írta. A Barasznácson. És de már az 50-es években Veres Péter a Rossz asszony című regényében is még arról van szó, hogy egy házasságban az dönti el, hogy ki a pozitív és ki a negatív, hogy ki hogy viszonyul a párthoz. Szóval ez a dolog nem úgy néz ki, mint hogy megpróbálják néha beállítani, hogy az ilyen zűlött, kétes származású intellektuelek persze megmérgezték az irodalmat és a levegőt. Nem, kérem szépen, itt a népi írók és a konzervatívok, azok ugyanúgy benne voltak ebbe, ugyanúgy felvállalták ezt a szerepet, és a maguk módján ezek is mind tehetséges emberek voltak, sok nem voltak feltartásai. Tehát ez mint amikor a Pest is nem válogat abban, hogy ebbe a házba feltözök, abba meg nem, ez mindenütt feltözött, csak ezt nem kéne letagadni. Szóval a 45 utáni magyar irodalomról szóló összefoglalásunkban én azt érzem belőtázóan hamisnak és rossznak, hogy ez a dolog kifelejtődik belőle. Hogy mindig rá van kerülve az egész egy táborra, arra joggal, csak hogy a többiek ugyanúgy benne voltak. Én itt most átmenetlen, hogy a bajom az egyébként. Jó, köszönöm szépen, csak nyugodtan. Én azt hiszem, hogy ezt lassacskán
ezt a részét ennek az összeget ennek be is fejezni, és akkor rákerülhet a sor az igazi jó részére, amikor könyvet lehet vásárolni és dedikáltatni. Nem, még valamit, valamit feltétlenül el kell mondanom. Ez az. Az, hogy ez most már sorrendben a harmadik ilyen könyvben, ami megjelenik. Úgy, hogy nincs pályázat, nem adnak rá támogatást, és hogy nekem kedvem legyen ilyen könyveket megírni, összeállítani, ez egy embernek a lelkét szállad, aki itt is ül a teremben, Erős Zsoltnak hívják, aki történész Pécset él, és létrehozta a Kronosz kiadót, és ők mindent vállalnak, nyilván azt is, hogy ráfizetés, hogy a nyakukon marad egy csomó példány, de annak a felelőssége, hogy ezek a dolgok nem maradnak benne, hanem nyilvánosságot kapnak, bizony nagyon is ő rá tartozik. Zsolt, én nagyon kérlek, hogy állj föl és mutasd meg magad, mert ilyen ember úgyis nagyon kérdés van. És én úgy éreztem, hogy ez a minimum, amit nekem ide el kell mondani ezzel. Így is van, és akkor én most megpróbálom összekötni ezt a két dolgot, amiben a könyvben van. Nagyon is elgondolkoztam, miért van pont ez a két dolog így egymás mellé téve. Ez az érdekes, hogy a fiatal Nyerges András, ezt meg fogom tőled kérdezni, meg is írtam, hogy bizonyos értelemben ilyen parabola pályán közlekedett a kommunista párt körül. Egy baloldali ember volt, ami, mint tudjuk, valami egyszerű dolog, egy magát baloldalinak képzelő rezsimben, erre sokan ráfizettek, vagy morálisan, vagy különféle módokon. Ugye pontosan tudjuk azt, hogy a leginkább, ezt tudjuk a napvilágra került titkos iratokból, amit a leginkább ideológiai félt a párt, az esetleges baloldali konkurencia volt. Ez, ennek meg is növelték a jelentőségét, ez kisebb volt, ugye a baloldali herézisek száma kisebb volt, mint képzelték, de nem tudom, tetszik-e tudni például, hogy a trockizmussal foglalkozó három per valamennyedik alosztálynak az alosztálynak az alosztálya 1991-ig fönnmaradt, az ahol a leghosszabban fönnmaradt, és valóban trockizmusnak a párt és titkosszolgálati berkekben minden baloldali elhallást annak neveztek. Ugye például pont olyan, mint a tűztánc, szegény Justus Pált, például valami ismeri nevét, egész életben trockistának neveztek, amire szó se igaz, nem ismerték a munkásmozgalom történetét, ő tényleg elhajló volt, ő Karl Korsnak volt a híve, követője és tanítványa, a úgynevezett baloldali kommunisták egyik várfájának, élesen szembeállt a trockistákkal, ugye egészen más, korábbi is, mint a trockizmus, stb. Ugye Korsot már 23-ban kizárták a pártból, Thüringi a kommunista igazsági miniszter volt korábban, és ugye Trotsky csak 27-ben száműzték. Ez egy egészen más ügy és más fölfogást, de hát semmi. Ugye baloldali volt, és az, ugye ezt tudni kell, hogy Magyarországon a kommunistáktól balra álló, az illegális kommunista pártól balra álló irányzatoknak otthon bemutott a szociáldemokrácia. Ez egy nagyon kulcsa és nem mindent jellemző tény. Rengeteg ember volt, aki ott talált valamiféle védelemre, hát Kassák például, egy híresebbet mondjam, aki lényegében egy nem szovjet kommunista volt, hanem szociáldemokrata, de a szociáldemokrata párt védelme alatt élte azért nagyjából az életét. Nem volt ez mindig egy jó és hatékony védelem, de azért valami mégis. és mások is. Na most, és hát többek között ezért is üldözték annyira a szociáldemokrata értelmiséget. A 40-es évek végén és az 50-es években is sokáig ugye. Justus Pál az egyetlen olyan vádlottja a Reichpernek és az ilyen nagyobb pályának, és soha nem rehabilitálta. És így tovább, mert volt egy ilyen fajta rendelés, nem mondom tovább, természetesen legitimációs kérdés. Ugye a párt, mint a marxista igazság letéteményese, nem fogadhatta el, hogy valaki marxistaként mást mond, hogyha az illető polgári író, hát édes Isten, az polgári író, nem
a szocialista államon belül legitimitásra nem támaszt igényt ilyen értelemben. Na most, ugyanakkor a Nyerges András, amikor Nyerges András fiatal baloldali, sok más ember elindul a pályáján, akkor ugye közel kerül egy titokzatos egyéniséghez, akiről meg kell, hogy meséljen, mert ez egy rendkívül érdekes, és sok más embert is hallottam, milyen fontos és döntő figurája volt a nem hivatalos szélbalnak, ugye a Kádár rendszerét, ezt az embert úgy hívták, hogy Imre Katalin, és aki számtalan ember is, számtalan kör számára jelentett egy irányuló pontot, nem tudom, ismeri valaki Rozsnyai Ervin nevét, haláláig marxista-lenista filozófus volt, és tőle hallottam arról, hogy Katalin milyen elképesztő tekintély volt a párt revizionista kurzusával és hruscsovizmusával szemben álló körökben. Úgyhogy ha mesélnél erről az emberről, az ő jelentőségéről, nagyon hálás volnék, mert én sose ismertem, és nem maradt róla semmi, csak emléke. Tőle. Inkább felolvasnám a vonatkozó részeket. Csak meg kéne tovább. Hát ez persze egy kihagadott rész, de a könyvben sokszor kerül elő az alakja. Mentorom Imre Katalin kezében olyan voltam, mint a gyurma, neki viszont ez a hang nem volt ínyire, nem illett a tűztáncos attitűdhöz. Túl sok vöres olvastál mostanában, olvotta kelletlenül, ami magában véve még nem volna baj, de te társadalmi konfliktusokat akarsz ezzel elmismásolni, és már meg ne haragudj, főként önmagad szórakoztatására agyalod ki az öncélú nyelvfacsarásokat. Ebből annak idején Zöld főként olyasmit szültem le, hogy jó katonája az ügynek, csak akkor lehetek, és nagyon is az akartam lenni, ha nem az ösztöneimre hallgatok. Éreztem a diszkrepanciát költői hajlamaim és céljaim között, de mentorom tekintélye, sőleg emberi sorsa minden kétségemet elnyomta. Tudnélik, ez volt az a pár év, amikor őt folyamatosan verzálták, kizárták a pártból, állásaiból elbocsátották, és azokat, akik a puszta megélhetést biztosítandó alkalmi munkákat szereztek neki, szintén retrozíjuk érték. Olykor már bútorokat adogatott el, vagy uzsora kamatra vetve pénzt, hogy a lakbérét ki tudja fizetni. És közben habzószájú, fölcsökő gyűlölet övezte értelmiségi körökben, amely sem a képességeit, sem a káprázatos műveltségét, sem a nyelvtudását nem ismert el. Dögöljön éhen a rohadt csekista. Lépten nyomon ezt hallottam. Ezt hallottam róla, és én just is a tőle származó dolgokat tekintettem mérvadónak, irodalomban, politikában, emberi kapcsolatok terén. Lenyűgöző volt, hogy mennyi energiát és időt szán én rám, egy 20. évek körül járó, kiforratlan, már-már a grafománsági termék egy jó palántán. De nem csak rám, egész csapatnyi hozzám hasonló ifjonc várta el, hogy minden művét elolvassa, és fejtse is meg, aztán közölje, hogy merre kellene tartani. Eszembe se jutott hát, hogy kétségbe vonjam, amit mond, mindenben igazabban gondoltam, és ha az ösztöneim más diktálnak, az ösztöneimet vádoltam azzal, hogy csökevényes és legyűrendő beidegződések kapja. Van még egy. Talán erre választom. Tébejgések korra című 2010-ben megjelent regényem egyik olvasója annak idején azt üzente, hogy ha megfeszül sem érti, hogy mivel gyakorolt ránk a tűztáncosok magját képező csoportra olyan bűvös hatást a penetránsan rossz hívő Imre Katalin. Hiszen előbb-utóbb mind, akik a közelébe kerültünk, válságba vagy szellemi zsákutcába jutottuk, megsebződtünk és deformálódtunk,
és mégis falangszként kitartunk mellette. Most már tudom, miért alakulhatott ez így, mert személyében olyan valakivel találkoztunk, amilyen egyéniséggel a legtöbb ember soha életében sem. Korlátlanul szánta ránk és műveinkre az időt, az energiát, és ezzel mintegy a világ előtt felelősséget vállalt értünk. Mindeközben ő maga olyan helyzetben volt, amely ahhoz is kellő indokot szolgáltatott volna, hogy csak önmagával törődjön. Az 50-es végén kizárták a pártból, aminek egyenes következménye az lett, hogy az állásaiból humánus szempontokat mellőzve rendre kitették. Ki az utcára, és olyan elleni gondokkal küzdött, hogy néha ennivalóra se futotta volna, ha nem vesz kölcsön tuzsorásoktól, akik tudták, hogy sosem jelenteni fel őket. Közben sorozatosan olyan emberek nyilvánítottak róla fölcsögő gyűlölettel véleményt, akik persze csak akkor, ha róla volt szó, helyesették, hogy egy ember a politikai nézetei miatt rendőrhatósági figyelmeztetésekkel próbáljanak megfélemlíteni. Ezért volt nekünk elég azt megnézzünk, hogy kik fenekednek rá, és azután nem is volt kétséges, hogy ki mellett a helyi. Kik fenekednek? Jó, hát köszönöm szépen, nagyon, nagyon érdekes egy igazi gurúnak a leírása, akit magam sem találkoztam ilyen emberrel, és találkoztam emberrel, aki ilyen volt valamikor, és én öreg korában láttam őt, nem Magyarországon, de guruként, működő guruként nem ismertem. Úgyhogy vegyék meg és olvassák el, lebilincselő érdekes könyv, rémes élmények érik az embert olvasás közben. Egyáltalán nem egy kellemes könyv, de kétségkívül az ellenkezője annak, amit unalmasnak szoktak nevezni. Úgyhogy András, köszönöm szépen, gratulálok, hogy megírtad, köszönöm a kiadónak, hogy kiadta, és köszönöm, hogy meghallgattak bennünket.